egy ilyen sporteseménynek, amely ugye a katasztrófa védelem országos teljes személyi állományát gyakorlatilag áthatja, átszövi, mind lélekben, mind pedig fizikailag testben, ez nagyon fontos kihívás jelent, és egy nagyon-nagyon fontos üzenete van. Mégpedig az, hogy érezzük magunkat jól. Ezzel a felhívással nyitotta a sportnapot Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője. Hozzátette, örül, hogy az országos strandfoci, asztali tenisz és íjász bajnokság után atlétikai versenynek is otthont adhat Tolna megye. 19 megye és Budapest fővárosról érkeztek csapatok, valamint még a katasztrófavédelmi oktatási központ és a gazdasági ellátó központ is képviselteti magát. Tehát 22 csapat, 245 versenyzője méri össze egy fizikai, szellemi tudását. Hagyományos atlétikai versenyszámok, tehát futó, ugró, dobó számokról beszélünk, és ami nekünk nagyon fontos, és nagyon köszönöm így a képernyőn keresztül is, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség egy minősített pályán, minősített versenybírókkal és minősített szervezőkkel tudott hozzájárulni a mai nap sikeréhez. Mindenki győztes, aki itt van, hiszen Tolna megye egy gyönyörű hely, Szekszárd megyejogú városának az adottságai, ugye több, mint jóbor, vagy nem csak jóborról beszélünk, de azt gondolom, hogy az a kulturális érték, amit ma itt a sporttal, mint hozzáadott érték hozzá tudunk tenni Szekszárd megyejogú városához, és így elviszik haza a Szekszárd és Tolna megye jó hírét a versenyzők, és majd vendégként visszajönnek, szerintem ez is nagyon fontos. Felkészül Varga Alexandra. Érvényes! Többek között gránáthajításban is indulhattak az ország legsportosabb tűzoltói a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság által rendezett atlétikai versenyen. A megmérettetésre eddig minden évben Somogy megyében került sor, ám ez alkalommal Szekszárd látta vendégül a sportolókat. A remek hangulat mellett az időjárásra sem lehetett panasza a versenyzőknek. Idén nekem ez a, hát összességében a második verseny, tavaly voltam először Kaposváron, és akkor is a 100 és 400 méteren indultam. Sajnos a döntőben nem sikerült bejutni, de ennek ellenére ez egy nagy élmény. Még a 400 méter van vissza, tavaly az sikerült jobban, idén is ebben bízom. Viszonylag nagy létszámmal érkeztünk, és úgy tudom, hogy minden versenyszámban képviselteti magát az igazgatóság. Vannak olyan kollégáim, akik első-második helyen szoktak végezni, úgyhogy szerintem ez nagyjából most is így lesz. Máté Barbara a 100 méteres síkfutás megnyert döntője után elmesélte, hogy a válogatott távolugró múltjának köszönhetően nagy eséllyel lép pályára a második számában is. Ez a második ilyen megmérettetés, ami 100 méteren és távolugrásban indultam. Azért jöttem ugye, mert imádok versenyezni, pedig már így 5 éve nem edzek versenyszerűen. Szűcs Domján Róbert elárulta, külön felkészülés nem tartott az atlétikai számokra, kondíciója alapját a mindennapos foci adta. Nekem ez az első megmérettetés, amit a katasztrófa védelemnél, ez a 100 méter volt az én futamon, és szeretem is, mert focizok és gyors vagyok, úgyhogy hála Istennek. Megnyertem. Mindenkinek szurkolunk, de legfőképpen a Békés vagyének, hogy nyerjük meg mindent. A rendszeresen megtartott országos sportesemények lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy jobban megismerjék egymást.